Üdvözlök mindenkit! Ez egy új videósorozat lesz, méghozzá az SCP-ről. Beszéljünk először arról, hogy mi az az SCP. Mindenki hallotta már ezt a három betűt, de senki se tudja, hogy miről szól. Na jó, többségében nem pontosan, de nem ez a lényeg. Tehát az SCP, ugye ez mozaik szó, és azt jelenti, hogy Secure, Contain and Protect, tehát biztosítás, elzárás, megóvás. Ez az alapítvány mottója. Szóval, ez egy szuper titkos kormány által eltitkolt alapítvány. Nem tudom, hogy lehet a kormány által eltitkolt, hogyha most beszélünk róla. De ezen most tegyük túl magunkat, mert tehát akkor nem lenne ez a videó, hogyha nem feszeketnénk, hogy ez létezhet. Tehát itt most nem a hitelességét fogjuk nézni ennek a dolognak, hanem hogy ez elvileg mivel foglalatoskodik. Célja az, hogy körbejárva a világot begyűjtsék azokat a rendellenes lényeket, tárgyakat és egyéb anomáliákat, idézőjelbe, amik veszélyesek lehetnek az emberiség biztonságára. Tehát igazából olyan ez, mint az Avengers, hogy véd minket a rossz dolgoktól. Tehát igazából ez egy értékelendő dolog. Az alapítvány munkatársai ezeket az anomáliákat többféle módon, akár legyengítéssel, elfogással vagy elpusztítással is véghez vihetik, hogy ne kell nyilvánosság elé kerülniük. Eddig tiszta. Az elfogás után ezeket különböző kamrákba, speciális helységekbe kell elhelyezni, az anomáliákat háromféle biztonsági besorolásba kerülhetnek. Safe, ez a kategória a legbiztonságosabb. Ide kerülnek azok, amelyek részben vagy teljesen ártalmatlanok. Tanulmányozások után fogvatartásokon kívül nem igazán tevékenykednek velük. A második az Euclid, ez biztos többet hallottátok. Ebből a csoportba tartoznak azok, amelyekről még nem tudnak sokat biztosra. Tanulmányozzák őket, ahol csak lehet, de sok esetben nem sikerül megfejteni, mi a céljuk az anomáliáknak. Itt kerülhetnek csoport áthelyezésbe. A legismertebb példája az SCP-173. Vagy ahogy én mondanám, szivacs. Keter. Ebben a csoportba sorolják be a legveszélyesebbeket. Az itt elhelyezett anomáliákat a lehető leggyorsabban próbálják elpusztítani, semlegesíteni. De sok esetben nem sikerül, ezért erre a csoportra ügyelnek a legjobban. Van egy nagyon kevés által ismert csoport, aminek neve Unspecified. Ebben a csoportban nagyon kevés anomália kerülhet be. Itt lényegében azok találhatóak, amelyek egyszerűen nem sikerül megfejteni, mit akarnak. Teljesen rendellenes, amit csinálnak, és érthetetlen. Minden esetre, ha tudják, fogva tartják őket, és tanulmányozzák. Erről a legismertebb példája az SCP-087-B. Az anomáliáknak nevezett alanyoknak természetesen elnevezésük van. Mindegyik alanynak az első neve az, hogy SCP. A második része egy szám, ez 0-tól 3000-ig terjedhet, ugyanis immáron már 3000 alany tartanak fogva, és számuk csak emelkedik. Na és ha ezt megtudtuk, ezeket a fontos dolgokat, akkor beszélhetünk ugye a különböző SCP anomáliákról, hogy miket is tartanak fogva. Nyilván mind a 3000-et nem fogjuk tudni felsorolni, mert lehet, hogy van egy pohár, ami nem csinál semmit, csak mit tudom én, minden teli holdkor 3-at visít, azt akkor ugye ez nem olyan érdekes. Na van az SCP-914, ami úgynevezett óramű szerkezet. A besorolási osztálya safe, tehát biztonságos. Speciális elzárási eljárás. Az SCP-914 helységébe csak is azok a személyek léphetnek be, akik előzőleg hivatalos belépési engedélyt kérelmeztek, és erre jóváhagyást kaptak. Az SCP-914 a 109B kutatási cellába van elhelyezve. Két személyzeti őr folyamatos felügyelete mellett bármely személy, ki belépési jóváhagyást kapott a terembe, csak is egy biztonsági őr jelenlétébe léphet be. A tesztelés minden folyamatát rögzíteni kell, majd a szolgálatban lévő őr kíséretébe le kell adni. A szabályok nem megfelelő betartása a tesztelés megszüntetését eredményezi, és a személy erővel el lesz távolítva a helyszínről.
Továbbá fegyelmit von maga után. A biológiai anyag tesztelése nem megengedett. Továbbá robbanószerek tesztelése esetén a RAW beállítás nem ajánlott. Hát ez biztos érti, aki ott dolgozik. Szóval, az SCP-914 egy nagy óramű szerkezet több tonnás súllyal. 18 négyzetméter a területe, szerkezete csavarokból, szíjakból, tárcsákból, fogaskerekekből, rugókból és egyéb óramű szerkezetből áll. Az SCP-914 egy hihetetlenül összetett szerkezet, több mint 8 millió mozgó alkatrészt tartalmaz. Na, picit nyers lesz most az adat, mert annyira részletesen le van írva, hogy elvileg ez hogy néz ki, hogy muszáj ezeket a számokat, meg ezeket a dolgokat elmondanom. Szóval, az anyaga többnyire ó és rész, de a fa és egyéb ruhaanyagú részek is megfigyelhetők benne. A megfigyelések nem mutattak semmilyen elektronikus alkatrész benne, kivétel az indító berendezés kezelő felület alatt. Oldalán 2-3 méter x 2,1 méter x 2,1 méter fülke helyezkedik el, melyek részből készült csövekkel csatlakozik a főtesthez. Tehát nem olyan fülke, mint egy telefonfülke, hanem egy ilyen fülecske van rajta, csak fülán van írva. Na figyelj, mert innen jön az érdekes dolog. A két fülké lévő felirat, az intake, a behelyezés, és az output, a kiadás. A kezelési felület egy részpanel, melynek forgató gombjára egy kis nyír van csatlakoztatva, a panelen választható opciók felirata. Figyelj, RAW. Tehát, amit az elején írt, hogy a RAW beállítás nem megengedett, akkor ezt erre értette. Tehát úgy kell elképzelni, hogy ugye van a Márti, amikor így tekeri a hangerőt azon a forgó gombon. Na, egy olyan gombot képzeljetek el, vagy olyan forgó szart, és ezt lehet különböző beállításokra tekerni. Tehát van ez a Roked, van a Curse, vagy nem is Curse, hanem Coarse, az egyaránylik az egyhez, vagy egyben az egy, de szerintem az egyaránylik az egyhez, a Fine, és a Very Fine opció, melyeket a kis nyilakkal lehet kiválasztani. Tehát eddig megvan, hogy ez hogy néz ki. Hopsz! A forgató gomba lett egy nagy kulcs van, melyet elfordítva működésbe hozza a szerkezetet. Na de mit csinál ez a szerkezet? Amikor az intake felirató fülkébe egy tárgyat helyeznek, az ajtók bezárulnak egy csengőhang kíséretében. Ha a forgató gombot bármelyik helyzetbe tekerjük, majd a kulcsot elforgatjuk, az SCP-914 elkezd munkálódni az objektumon. Semmilyen energiaveszteségre nem kerül sor, a SCP-914 pedig nem mutat működési folyamatot, még az output fülke ajtaja ki nem nyílik. Megfigyelések nem hoztak eredményt az SCP-914-be helyezett tárgyak megmunkálási folyamatával kapcsolatban, a procedúra 5-10 percig tarthat el a tárgyak nagyságától függően. Na, hogy értsétek, miről van szó. Na tehát ez a SCP egy olyan dolog, ami az anyagot mássá teszi. Most acél, 1 kg acélt fogunk figyelembe venni, és akkor látjátok, hogy mire is képes ez a szerkezet. Tehát, hogyha 1 kg acélt raksz bele, és a beállításoknál a RAW-t van kiválasztva, akkor egy halom különböző méretű acéldarabot kapsz, minthogyha lézerrel vágták volna fel őket. Hogyha egyaránylik az egyhez beállítást használod, ugyanúgy 1 kg acélnál, akkor 1 kg mennyiségű acélcsavart kapsz. Hogyha egy fine beállítás van az acélnál kiválasztva, akkor 1 kg kárpitos szeget kapsz. Nem tudom, mi az a kárpitos szeg. Biztos tudják. Hogyha very fine van kiválasztva a beállításoknál, akkor több anyagú gáz szabadul ki, eredménye 1 g ismeretlen fém, ami ellenáll 50.000 foknak, lehetetlen hajlítani vagy eltörni bármilyen erőhatással. Majdnem tökéletes elektromos vezető. Ennyi. Ha viszont egy karórát helyezel bele, és a quartz menü van kiválasztva, vagy beállítás van kiválasztva, akkor egy teljesen szétszerelt karórát kapsz. Ha egy mobiltelefont raksz bele, akkor
és beállítod egyaránylik az egyhez, akkor kiad egy teljesen különböző márkájú és típusú mobiltelefont. Hogyha viszont egy Colt Python szabványú revolvert raksz bele, és átállítod Verify-ra a beállítást, akkor hát azon ideírva, hogy eltávolított tartalom, tehát nem tudjuk meg. Az előzőekben említett blabla ki van satírozva, teljesen szétesett. Az objektum erős gamma hullámot bocsátott ki. Tehát valószínűleg, hogy valami nagy fehér? Valami nagy robbanás volt, vagy valami nagyon elpusztíthatatlan fegyver. Viszont ha beraksz egy fehér egeret és egy aránylik az egyhez beállítást használod, akkor egy barna egeret kapsz. Ha egy csimpánz raksz bele és fine-ra van beállítva a beállítás, akkor itt is az van írva, hogy eltávolított tartalom. Tehát hát valami nem oké ott. Hogyha a rogue beállítást használod a csimpánznál, akkor egy erősen sérült holttest, vágások és aprítás jeleivel erős hőt bocsájt ki magából. Aztán elkezdtek embereken kísérletezni. Egy kaukázusi férfit raktak be, 42 éves volt, 108 kg és 185 cm magas. Egyaránylik az egyhez beállítást használták, és egy hispániai származású férfit kaptak, 42 éves volt, 100 kg, nem 108, és 188 cm magas volt, nem 185. Az alany zavartalan viselkedett, megtámadta a biztonsági személyzetet, az alany kivégzésre került sor. Aztán ezzel még kísérleteztek. Ugyanúgy egy kaukázusi férfit használtak, 28 éves volt, 63 kg és 173 cm magas volt. Verifine-ra állították a beállítást, és hát itt is az van, hogy a eltávolított tartalom, tehát amit kiadott, azt nem tudjuk. Az alany megszökött a tesztkamrából, megölt 8 biztonsági őrt, valamint Dr. Blablát és Dr. Bablát. Az alany zárlatot kezdeményezett, továbbá meghibásodást okozott 3 SCP elzárási területen, szökési kísérlete alatt. Az alany súlyos sérüléseket és részleges memóriazavart okozott a bevont speciális reagálócsoport tagjain és korrozív kárt a vízvezetéken. Néhány órával később a tesztalany feloldódott, képes hamu maradékát hagyva és megvakítva a környező kutató személyzetet. A biológiai tesztelés SCP-914-jel megszüntetve. Tehát itt az elején olvastam, hogy ugye ki volt írva, hogy figyelmeztetés, biológiai anyag tesztelése nem megengedett. Lásd dokumentum 109B-117. Ez a, amit most olvastam föl, ez a 28 éves férfi alanynak ez volt az aktája, hogy D187. Szóval ezért. És ugye a robbanószereket Rogue-ra nem szabad rakni, mert gondolom valami nagyon nagy robbanást csinál, vagy valami nagyon ultimate weapont csinál. Igen, szóval az SCP-914-ben tesztelhető dolgok elég széles választékot adnak, minden segítséggel kellene. Dr. Gears elrendelte, hogy minden kutató hozzáférhet az SCP-914-hez, egy nem biológiai eredetű teszteléshez. A vizsgálatot egy 3-as szintű kutatónak kell felügyelnie. A vizsgálat folyamatát rögzíteni kell, biológiai kísérletek csakis 0-5-ös parancsával engedélyezhetők. Ha szeretnénk kísérletezni bármire, amivel nem élő, bátran segíts nekünk az adatgyűjtésben. Dr. Blabla. A nevek nincsenek megadva, ezért ki van hashtagelve. Hát jó. Érdekes. Én úgy most néztem át úgy teljesen, hogy miről szól, mert nekem ezek nagyon nyersül voltak írva, és most látom, hogy kell kibogarászni. Meg ugye megzavart, hogy már az elején mondta, hogy a rogue beállítás nem megengedélyezett, és nem értettem, hogy miről van szó, de most már értem. Tehát ez olyan, mint egy alkimista óra lenne, ami képes bármilyen anyagból bármilyen anyagot csinálni, és úgy tűnik, hogy
a súlyok egyeznek, de a minőség más. Nagyon érdekes, ezáltal, hát ha ez Amerika kézre kerül, akkor ugye, tehát ha már képesek voltak egy olyan fémet csinálni, amit nem lehet elhajlítani, nem is legjobb, mi az, elektromos vezető, nem lehet megsemmisíteni, akkor érted, most oda tesznek egy 16 tonnás izét, vadászgépet, azt átállítják verifányra, akkor mit kapnak? Atom... UFO-t? Ja, meg ugye hozzá kell tenni, hogy ugye a játék... játékot tudjuk alapul venni, és ugye a játékban ezt az órát arra használjuk, hogy különböző biztonsági kártyát át tudunk alakítani nagyobb biztonsági kártyává. Tehát most már így vágom, hogy hogy nézhet ki ez a az a szerkezet. Na, szóval ez volt az SCP-914. És úristen, ki tudja, hogy még mik vannak ott, amiről még halvány fogalmunk sincs. Na, térjünk át a következőre, az SCP-682-re, a nehezen elpusztítható hüllőre. Besorolási osztály Keter. Speciális elzárási eljárás. Az SCP-682-t meg kell semmisíteni, amilyen gyorsan csak lehet. Jelenleg a személyzeti tagoknak nem áll rendelkezésre olyan eszköz, amelyen ez kivitelezhető. Az SCP csapatai csak komolyan fizikai károkat tudnak okozni SCP-682 testén. A lényt egy 5 méter x 5 méter x 5 méteres terembe kell tárolni, melynek felszínét egy 25 cm-es megerősített, saváló acéllemez borítja. A kamrát sósabbal kell feltölteni, melyben SCP-682 elmerül, így cselekvő képtelenné válik. SCP-682 bármilyen beszédre, mozgásra vagy kitörésre való törekvését azonnal jelenteni kell. Bárkinek tilos beszélni SCP-682-vel, mivel attól tartanak, hogy kiprovokálhatja az alany dühét. Azok, akik felhatalmazás nélkül megpróbálnak kapcsolatba lépni SCP-682-vel, korlátozást vonnak maguk után, és erővel el lesznek távolítva. Az SCP-682 valamivel lett elhelyezve, a nehéznek bizonyuló tartása és leleplezése miatt SCP-682 gyakran kísérletet tesz rá, hogy kitörjön. Az alapítványa lehető legjobban kihasználja erőforrásait, hogy legalább 50 kilométeres körzetben tisztán tartsa a helyet az emberi beavatkozásoktól. Leírása. Az SCP-682 egy hüllőszerű lény, eredete ismeretlen. A lény úgy tűnik rendkívül intelligens, és megfigyelték, hogy képes komplex kommunikációra, melyet SCP-079-el folytatott a rájuk adott időben. SCP-682 gyűlöl minden életet, amelyet az interjúk során ki is mutatott, lásd a kiegészítést 682B. Az SCP-682 rendkívül nagy erőt, gyorsaságot és reflexet mutatott. Bár minden szintjén változó a formája. Képes testrészt növeszteni nagyon gyorsan, melyet nagyítva csökkent az általa fogyasztott vagy veszített anyagoknak köszönhetően. Energiát nyer bármilyen organikus vagy nem organikus anyagból. Az emésztés úgy tűnik, hogy az órába található kopoltyú halom segítségével végzi, melyek segítenek elválasztani a hasznosnak vélhető anyagokat bármilyen folyékony oldatból. Ez lehetővé teszi, hogy regenerálja magát a savas folyadékban, melyben el van zárva. SCP-682 regeneratív képességei lenyűgözőek és képes mozogni és beszélni, miközben a testének 87%-a el van rohadva vagy pusztítva. SCP-682 kitörése esetén fel kell kutatni és újra el kell fogni minden elérhető MTF, azaz Mobile Task Force tagnak. És itt van a rögzített párbeszéd. Többször átolvastam ezt a párbeszédet, és egyszerűen érthetetlenül zagyvaság az egész, úgyhogy saját szavaimmal elmondva, a doktor megkérdezte az SCP-682-t, hogy miért ölted meg azokat az embereket, és lényegében megtámadott egy győrt a lény, majd azt mondta, hogy azért meg kusztustalanok voltak. Ennyi. Próbáltam 5-6-szor felolvasni, de egyszerűen élvezhetetlen lenne, úgyhogy higgyétek el, ennyi történt. És kiegészítés,
ebből az egészből, hogy a kísérlet az elpusztításra el van kezdve, és Dr. Blabla kísérletet tesz használni SCP-409-et, SCP-682-n, ismeretlen tábornok és Dr. Ismeretlen, nem tudjuk ezeknek a nevét, nek a megfigyelésével. És akkor innentől katonai kódok vannak, és időkódok vannak, tehát 0400, meg 1200, 1300, szóval ezek igazából időt jeleznek. Szóval hajnali 4 órakor SCP-682 áttépi a pontot, mely hatalmas megrázkódtatást okoz a területnek, majd többször is kéri, hogy tudassák vele, minek lesz most kitéve. 0800-ot írunk, tehát reggel 8 óra van, kristályosodás sokkal lassabban terjeszkedik, mint általában, ugye a testén. Majd később delet írunk már, és SCP-682 láthatólag nagy fájdalmat mutat, majd görcsrohamokat produkál. 1300, tehát 1 órát írunk, kristályosodási folyamat 62%-on megáll, a kristályosodott terület felrobban, ezzel hatalmas fizikai traumát okozva SCP-682-nek. Majd délután 2-kor SCP-682 visszatér a helyszíne, annak ellenére, hogy elvesztette végtagjait és pár szervét. Elkezd regenerálódni, és kijelenti, hogy mindenkit meg fog ölni, aki részt vett a 682E18 az eseményen, tehát ezen az eseményen, ami most felolvastam. SCP-682 immunisnak mutatkozik SCP-409 hatására. Egyéb SCP-k használata, hogy kivégezzék 682-t, először csak SCP-682 darabjai megengedettek a teljes körű tesztelés alatt, úgyis ő előtt. Dr. Ismeretlen ajánlása, Dr. Ismeretlen és Dr. Ismeretlen engedélyt kér, hogy megpróbálja elpusztítani SCP-682-t SCP-689 használatával. A kérés jelenleg még elfogadásra vár, és itt van először név, hogy Dr. Gears SCP-182-t javasolta, hogy kommunikáljon SCP-682-vel, az alany nem hajlandó közreműködni. Hú... Hát eltelt vagy 5 nap, mire én erre rávettem magam, hogy ebből a beszélgetésből hogy hozzak ki egy olyan dolgot, ami nem csak számok felolvasása lesz. Ennyit tudtam kihozni ebből. Szóval érdekes ez a lény. Van is pár kép róla, minthogyha a valódit sikerült volna elfogni. Úgyhogy ez volt SCP-682. A nehezen elpusztítható hüllő. És térjünk rá a következő SCP-re, ami a SCP-012, a rossz kompozíció névre hallgat. Na, ez az SCP, ennek a besorolási osztálya Euclid, speciális elzárási eljárás pedig. Az SCP-012-t egy folyamatosan elsötétített szobába kell tartani. Az objektum fény éri, akár egy személy által azonnali intézkedéseket von maga után. A személyt mentális egészségügyi vizsgálatnak kell alávetni. SCP-012-t érő fényforrás csak is infra lehet. SCP-012 egy védett vasdobozban tárolandó felfüggesztve a mennyezetre. Minimális távolságnak 0,5 méternek kell lennie a padlótól, falaktól vagy egyéb nyílásoktól. Leírása pedig, SCP-012-t KM Szadóval nevezető régész lelte meg ásatás közben egy észak-oroszországi sírban. Az objektum nem más, mint egy befejezetlenül kézzel írt kotta, címe Van Maun Glogota. Úgy tűnik, hogy ez egy része egy nagyobb zeneműnek. A fekete és vörös tintát úgy vélték, hogy valamilyen bogyó nedvéből vagy természetes festékanyagból nyerték, ám később kiderült, hogy az emberi vér, mely különféle anyagokból származik. Az objektummal való kapcsolatba lépés esetén két személyzeti tag elmezavart kezdett produkálni, megpróbálva befejezni a koncepciót a saját vérükkel. A próbálkozás hatalmas vérveszteséghez vezetett. Az eddigi vizsgálatokban több személynek is engedélyezték a hozzáférést az SCP-012-höz, ám az alanyok minden esetben csonkítást végeztek magukon, továbbra is megpróbálva befejezni a zeneművet, a saját vérüket felhasználva.
Egy idő után pszichózis és súlyos trauma tünetei lepték el. Azok az alanyok, akiknek sikerült befejezni egy szakaszt, azonnal öngyilkosságot követtek el, mondván, hogy lehetetlen befejezni. A zenemű tulajdonképpen kakofónia, melyben nincs egyetlen hangszer sem összefüggésben, sem harmóniában a másikkal. És most amiért rendes vagyok, be fogom ezt játszani nektek, hogy miről is van szó. Hallgassátok az SCP-012 konferációját. És jön a következő, az SCP-173, amit szobornak hívnak, de mint tudjátok játékokból, én már elneveztem őt szivacsnak, mert úgy néz ki. Szóval ez a legelismertebb SCP. Biztonsági besorolása Euclid. Leírása pedig, ezt az anomáliát az utcán találták meg az SCP munkatársai. Előre egy szimpla kőből faragott, elrontott szobort láthatunk, mely zsírkrétával van összefirkálva. Sokáig ezt hitték róla, ám kísérletek során kiderült, a szobrocska nem teljesen ártalmatlan. Kísérleteket végeztek, majd kivizsgálók rájöttek arra, hogy valójában a szobor igenis életképes is tud mozogni. Az egyetlen dolog, ami miatt képtelen a mozgása, az az, hogy az emberek szemkontaktusba állnak vele. Ugyanis a szemkontaktus mozgásra képtelenné teszi ezt az anomáliát. És mi történik, ha senki se figyeli? A válasz nagyon egyszerű, már egy pislogás is elég ahhoz, hogy a közöttünk lévő távolság jelentősen csökkenjen. Majd a végén, amikor már elég közel kerül hozzánk, szépen kitöri a nyakunkat. És most felül fel a kérdés, hogy amikor még nem volt őrizetben, akkor miért nem bántotta az embereket. Azért, mert ahol megtalálták, az egy forgalmas hely volt, és ennek következtében mindig valaki figyelte, ez blokkolta a mozgásban. A tesztek során legalább 3 embernek kell egyszerre bent lenni az őrzőkamrában, és egyszerre legalább 2 embernek kell vele folyamatosan szemkontaktust tartania. Az ajtókat a teszt alatt állandóan zárva kell tartani, és csak a személyek kibe lépésénél szabad rövid időre nyitva hagyni. Érdekesség egyébként, hogy a kamra talaján vér és széklet keverékének nyomai keletkeznek, ismeretlen forrásból származva, tehát következtethetünk arra, hogy vérzik és szarik ez a szobor. Következő alanyunk az SCP-372, ami a szemed sarkában elnevezést kapta. Besorolási osztálya Euclid, különleges eljárások. SCP-372-t egy 5 méter x 4 méter x 2 méteres erősített plexi üvegből készült cellában kell tárolni. Ezen cella mind a 4 sarkában infravörös mozgásérzékelőket kell rakni, etetésre 2 hetente egyszer kerül sor, ami 1 kg nyers húsból és földzöldségekből áll, és ezeket a cella ajtaján tárolt csúsztatórésen kell áthelyezni. Minden őrnek, aki SCP-372 celláján belül dolgozik, homlokkamerát kell viselniük, míg az őrt le nem váltja a legközelebbi munkatársa. Abban az esetben, ha a kamera megsérül és személyzeti bármelyik tagja érzékel rövid, villózó mozgásokat a szeme sarkából, azt azonnal jelenteni kell. Leírása pedig, SCP-372 látszólagosan egy ismeretlen fajtájú rovar, fejtől a farokig körülbelül 2 méter hosszú és súlya átlagosan 45 kg. Testalkata hosszú, vékony, 8 pár keskeny ízelt lábbal. Az elemzések kimutatták, hogy az izomrostok valamilyen ismeretlen lehet, mert kihúzták, mely lehetővé teszi a rendkívül gyors és pontos mozdulatokat. Minden testrésze abnormálisan rugalmas, és végtagok apró rostokkal vannak bevonva, ami ragaszkodik szinte bármilyen szilárd felülethez. Tehát képzeljétek el egy olyan szarvas bogarat, ugye próbáltátok már levenni a fáról, egyszerűen úgy oda tudja magát tapasztani, meg úgy tud fogóckodni azokkal a lábakkal. Na most ezek az izomrostok, ez valamiért ki van satírozva, tehát lehet, hogy valami olyan dologgal van
keverve az izma, ami lehetővé teszi, hogy még inkább izmos legyen ez a rovarfajta, vagy rovarhoz hasonló cucc. Szem és fül helyett más érzékelő szerveket használ, köztük egy olyat, ami el van távolítva a jelentésből, tehát ez nem derül ki, hogy milyen érzékszerve van. De mindegy, ezzel a szervvel kapcsolódik rá a közeli élőlények agyi funkcióira, ami holografikus impulzusokat továbbít a személynek. Tehát valamit kifejlesztett, vagy ő, vagy pedig ők kísérleteztek ilyen érzékszervvel. SCP-372 egy ideje megtanulta mozgatni ezeket az impulzusokat, amit szabadon mozgathat bármilyen lény körül. Akkor használja ezt a technikát, hogy elrejtse magát, amikor a személy a látótere körül keresi, vagy bujkál a vakfoltok és szakkádok mögött. Tehát lényegében ez egy olyan lény, ami leginkább arra használja a képességét, hogy rejtve maradjon. Na, és innentől kezdve úgymond egy ilyen vizsgálatot fogok felolvasni. Ez is picit nyers lesz, de próbálom átfogalmazni, hogy ne legyen annyira számszerű az egész. Szóval az a lényeg, hogy két darab D-osztályú személyt elhelyeztek egy 6 méterszer, 5 méterszer, 3 méteres üres szobába, és azt mondták a D1-nek, hogy álljon a szoba közepére, a D2 pedig a sarokba. És megnézték, hogy mi történik. SCP-372 megjelent a vizsgálati helységben, 5 perc után a fegyveres személyzet kiengedte a személyeket, és bezárt SCP-372 a cellájába, majd D1 és D2 tájékoztatást kaptak az eseményről. Az derült ki, hogy 5 perc után a D1 érzékelt valamit a látók körében, de D2 csak néhány rövid villanást észlelt. Majd jött a második vizsgálat, ami ugyanúgy két darab D-osztályú személy csinálta, és ugyanakkor a üres szobába, tehát 6 méterszer, 5 méterszer, 3 méteres, tehát mindegyik ilyen vizsgálat ugyanekkor a szobában történik. D1 és D2 azt az utasítást kapták, hogy egymással szemben álljanak a terem sarkaiba, és egy szemrevételezés után a szobában egyszer csak megjelent SCP-372. Az eredmény pedig az, hogy 5 perc után előre láthatóan mind a két D-osztályú személy SCP-372-t 15-ször látták ugyanakkor. Úgy hiszik, hogy SCP-372 nem csak periférikus látásukkal érzékelték, de a szemük közepén látták azt. Majd lett egy harmadik vizsgálat, azt hiszem majdhogy nem ez lett az utolsó. 4 darab D-osztályú személyt helyeztek ugyanakkor a szobába, és D1, D2, D3 és D4 azt az utasítást kapták, hogy álljanak a szoba a négy sarkába és figyeljék SCP-372-t. Azt az eredményt kapták, hogy körülbelül másfél perc után került be SCP-372 a vizsgálati területre, a D3 sikoltott és lelkileg összeomlott, majd hirtelen vért kezdett spriccelni a adat eltávolítva, tehát nem tudjuk, hogy honnan spriccelt a vér, amely úgy tűnt, hogy spontán jelent meg. D1, D2 és D4 futva hagyták el a vizsgálati területet. D4 elkezdte verni az elektronikus ajtót, mielőtt ő is megsérült és elvesztette a kisatírozva, tehát ezt sem tudjuk, hogy miért vesztette el. D1 és D2 visszavonult a sarokba, majd D1 a magzati pózba helyezkedett el, míg D2 teljesen mozdulatlanul állt. 5 percig tartó teszt hátralévő részében nem volt további jelentős történés. Amikor a vizsgálat véget ért, D3 elájult, még D4 szükségét érezte sebészeti beavatkozásra, a nem tudjuk meg, adat eltávolítva. D1 és D2 nem sérült meg fizikailag. Az egyik túlélő a vizsgálati alanyok közül folyamatosan látja SCP-372-t. Megjegyzésként van ideírva, hogy eltekintve a mentális betegségektől, ez az első alkalom, hogy aktívan ártott egy személynek, vajon csak megéhezett? Az olvasottak alapján nekem az jön le, hogy mivel a négy sarokba állították ezt a négy embert, ezáltal ugye a bogárnak a legfőbb funkciója az volt, hogy elrejtse magát, de mivel a perifériából, ugye négy ember perifériájából majdnem, hogy körbe lehetett rakni az üres szobát annélkül, hogy bármilyen vakfoltba el tudjon helyezkedni vagy rejtőzni,
És ez szerintem annyira frusztrálhatta ezt a lényt, vagy ezt a bogarat, hogy ilyen pszichés megoldáshoz betemedett. Minden esetre ez érdekes volt. Tényleg nagyon próbálom úgy átfogalmazni, hogy ne csak nyers adatokat kapjatok. Úgyhogy, meg az a baj, hogy egy csomószor a jelentésben ugye adat eltávolítva, meg ki van satírozva, tehát nem tudjuk meg, hogy az izomrostok milyenek, meg hogy milyen érzékszervet használ ez a bogár, hogy ezzel rá tud kapcsolódni az emberekre, nem tudjuk, hogy milyen sebészeti beavatkozást csinálta, milyen a D4, szóval hiányos a dolog, de ugorjunk is tovább a SCP-008-ra, azaz a zombi pestisre. Na, kezdjük a besorolási osztályával, amit már mindenki hangosan mond, hogy Euklid. Speciális elzárási eljárás. SCP-8, így fogom hívni, nem 00-ázunk. SCP-8 tartásához a rendkívüli biológiai veszélyre vonatkozó eljárások tartoznak. Tehát veszély kitörése esetén karantén kiépítése kerül sor, majd politikai és katonai eljárások veszik kezdetét, melynek eredménye az intézmény leszerelése, kommunikáció megszűnése és áramszünet. Sugárvédelmi és égetési eljárás lép életbe. A karantén ideje 4 hónap, míg a dolgozók elhagyják az épületet. Leírása pedig, SCP-8 egy összetett prion, részeire van bontva és egyes G2-es helyszíneken vannak tárolva. Na most gyerekek, nekem ez semmit nem mond, úgyhogy akinek bármi mond ezekből az adatokból bármi, az nyugodtan írja le nekem kommentbe. SCP-8 kutatása rendkívül bizalmas és szigorúan titkos. Elsősorban a megelőzésére összpontosul. Törekednek arra, hogy a jövőbe teljes megértése kerüljön sor a tudomány számára. SCP-8 jellemzői. 100%-ig fertőzés veszélyes, 100%-ig halálos. A nyálkahártya és egyéb testnedvek érintkezése során terjed, és levegőben nem terjed, ahogy vízben sem. SCP-8 által bekövetkezett fertőzés tünetei, melynek a fertőzés követő 3 óra után jelentkeznek. Az első, hogy influenza-szerű tünetek lépnek érvénybe, későbbiekben súlyos demencia lép fel. 20 óra múlva az előző tünetek és a 12 órán át tartó demencia után kóma lép fel. A kóma beálltát a hamarosan bekövetkező halál előjeleként veszik figyelembe. A testen elszórtan megfigyelhető a gangrénára hasonló sejthalálozás. Az életben maradt szövetek átváltják ezek funkcióját és erősen ellenállóvá válnak. A vörös vérsejtek nagyban megnevelik az oxigén kapacitást, lassabb véráramlást okozva. Továbbá megnövelik az izomzat kitartását és erejét. Tehát ez olyan, mintha ilyen doppingszert kapna, ami azt jelenti, hogy nagyon, nagyon erős lesz az egyén. A szervi elégtelenség pár órára nem befolyásolja az ideg és az izomrendszert. Az anyagcsere folyamat rendkívül alacsonyra csökken, a szervezet akár 10 évig is kibír a táplálék nélkül. Ez most kicsit megdöbbentett, hogy tehát nem tudom, hogy ez most akkor egy szérum vagy egy betegség. A vér magas viszkozitása miatt elhanyagolható a lőtt, a szúrt és a vágás által okozott sérülések mértéke. Tehát ezzel kibírsz mindent. A feltételes reflexek sérültek, ahogy a motoros kéreg és az ösztönös viselkedés befolyásoló mechanizmus is. A kognitív képesség súlyosan visszamaradott és kiszámíthatatlan. Az állatoknál elhalálozás és inaktivitás tapasztalható. Az alany képes alkalmazkodni a sebzett idegrendszeréhez, de csak is alapvető tevékenységeket tud elvégezni. Tehát felállás, egyensúlyba maradás, két lábon, sétálás, harapás, fogás vagy mászás. Továbbá az alany lendületesen elindul látnivalók, szagok, hangok felé, beleértve az élő embert is. Tehát fizikai kontaktus történése esetén az alany mindent elkövet, hogy elfogyassza áldozatát. Tehát nagyon, nagyon zombi alapja van az egésznek, tehát
most akkor vagy léteznek zombik az SCP-k által, vagy... Tehát valahonnan jönnie kellett a zombi elnevezésnek. A fertőzött beteg agyi sérülést okozva lehet semlegesíteni. Az erős bizonyíték támasztja alá azt a feltételezést, hogy SCP-8 nem található meg a természetesen a Földön. Mióta hasonlóan bonyolult összetételű variációi már nagyba kihaltak. Még 1995-ben Szovjetunióba való együttműködés során lokalizálták a G2-es helyeket, majd semlegesítették SCP-8-at. További információk az orosz őrizetben lévő SCP-8-ról az együttműködés megszűnése után nem jutottak felszínre. Tehát nekem most nagyon annak tűnik, hogy valahogy így elterjedt a zombik által létrehozott sztereotípia, hogy nagyobb erő, meg csoszogás, sétálás, érzi a szagokat, embert teszik, meg mindent. De most ez valahonnan eredt. Most vagy ez után terjedt el úgymond a zombi, mint ilyen faj, vagy nem tudom. Tehát nekem ez nagyon úgy tűnik. Na hát ennyi lett volna így kezdetlegesen. Tervezek még SCP-kről videót csinálni. Írjátok meg, hogy ebben a formában élvezhető volt-e számotokra, illetve hogy akartok-e még erről, mert hát 3000 SCP van, úgyhogy bőven lehet mit nézegetni, meg sok van a YouTube-on, és ahhoz képest egyébként vicces, hogy a legendák nyomában bizonyos lényeihez nincsenek képek, de szinte az SCP-kről, az összesről volt legalább egy rajz, vagy egy ábrázolás, úgyhogy akármelyiket is beírtam, mindig találtam valamit, úgyhogy ez is érdekes, hogy ez mennyire érdekli az embereket, hogy ilyen fantomrajzokat is csinálnak. Remélem tetszett nektek, később találkozunk egy új videóban. Sziasztok!